Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám. És ahogy megszokhatták, hó elején mindig egy receptajánlóval kezdünk. Ez most egy picit okafogyottnak tűnhet, hiszen van egy teljesen külön lejátszási lista a karácsonyi szilveszteri ételekre, mégpedig itt egy ilyen 90 fogásból válogathatnak. Viszont arra gondoltam, hogy segítség lehet, hogyha egy kicsit átkonvertálom ezt a dolgot menüajánlóvá. Úgyhogy most következik egy karácsonyi menüajánló, és azután majd valamikor később egy szilveszteri menüajánló is. Mutatom, mire gondoltam. Kezdjünk talán egy olyan menüvel, ami kezdőknek való, hiszen ők lehetnek a legnagyobb dilemmában, hogy mit is készítsenek, és minden évben vannak olyanok, akiknek ez lesz az első olyan karácsony, amikor főzniük kell. Én azt ajánlom, hogy előételnek kínáljanak egy lazac rózsát, ami nem más, mint hogy vásárolnak egy csomó kész füstölt lazacot, tudom, hogy nem olcsó, de egy ilyen alkalomra talán belefér. Ezt a csomagból csak ki kell venni, nem is fontos még csak rózsaformájúra se hajlítani, de aki kreatív megteszi, szépen tányérra rakja, mézet összekeverek mustárral, ez ad egy öntetet, tehát egy falat lazacot, ha villára teszek, ebbe az öntetbe belemártom, és forró pirítóssal tálalom. Elegáns előétel, és semmit nem kell vele csinálni. Főételnek egy nem nagyon jól bevált rakott csirke mellett javasolnék. Itt nagyon kicsi a hibázási lehetőség, ezért ezt az ételt javaslom. Szalonnával ki kell bélelni egy tűzálló tálat, belerétegezni olyan csirke mellett, kisebb falatokra vágott csirke mellett, amit lisztbe felvett tojásba és reszelt sajtba forgattunk, közben tejföllel kell locsolni ezt az egészet. A sütő elvégzi a dolgát, tehát egy órán át kell sütni, másnap csak vágódeszkára kell borítani, föl kell szeletelni, és újra át kell forrósítani mondjuk egy 80 fokon. Ez véleményem szerint kezdőknek tökéletes, maga az étel nálunk egy nagyon szeretett fogás, mindenképpen javaslom. És akkor a desszertnek pedig jöjjön egy teljesen hagyományos mákos guba vagy öreg guba. Itt nem variáltam semmit, ez a lehető legegyszerűbb recept, tehát kiflit karikákra vágunk, tejjel leforrázunk, egy cukros mákkal átforrósítva vagy besütve tálaljuk, ennyi az egész. A következő menünek azt a címet adtam, hogy jól előkészíthető menü, hiszen senki nem akar több órán keresztül, vagy akár egész nap, a karácsony napján, vagy akár másnapján is a konyhában tevékenykedni. Tehát nézzünk egy olyan menüt, ami kényelmes munkával jár. Kezdjünk azzal, hogy egy alaplével, azaz passzírozott halászlevet tálalunk. Itt a lényeg az, hogy akár már most a héten megfőzhetjük az alaplevet, lefagyaszthatjuk olajos, jó kimosott olajos flakonba, vagy ásványvizes flakonba. Karácsonykor csak elővesszük, fölforraljuk, piros paprikát teszünk bele, és belefőzzük a hal szeleteket. Ez a hal, ez lehet harcsa, lehet ponty, sőt, ebből a passzírozott alapléből lehet elkészíteni az én kedvenc halászlevemet, a Korhely halászlevet. Ez természetesen mind megtalálható itt a videók között. Azután egy aszalt szélvával, sonkával, sajttal töltött rántott pulyka mellett javasolnék rizssel. Itt megint csak az van, hogy a pulyka mellett sonkával, sajttal, aszalt szélvával betöltve fóliába csomagoljuk, előfőzzük. Másnap csak panírozni és sütni kell, alig marad vele munka, illetve össze kell hozni hozzá a rizst, tehát ennyi az egész. Ami pedig a desszertet illeti, a jelenleg a legnépszerűbb pókifli a YouTube-on ez a recept, nem is alaptalanul, ez egy fantasztikusan csodálatos sütemény, egy idős nénitől tanultam, de ez benne van a videóban. Előre elkészíthető, akár két héttel az ünnep előtt elkészíthető, bár én ezt nem javaslom, mert akkor kizárt, hogy maradjon belőle az ünnepekre, annyira finom. Tehát ez a menü egy nagyon jól előkészíthető dolog, aki nem akar a konyhában megvadulni a munkától,
Én azt javaslom, hogy gondolkodjék akár ebben az irányban. Természetesen nagyon kedves vegetariánus barátaim, látogatóim sem maradhatnak ki a sorból. Nekik a következő menüt állítottam össze, ebben egyébként, ha jól számoltam, 14 vagy 15 féle zöldség van, tehát igazi zöldség, lakoma. Előételnek egy bab tatárt javasolnék, ezután következik egy teljesen hagyományos darab galuska leves, itt természetesen ez sincs benne a karácsonyi lejátszási listában, hiszen egész évben lehet tenni, de a menü összeállításhoz ez tűnt a legjobbnak. Ezután következzék egy sajtos zöldségrakottas, végezetül pedig egy somlói galuska, ugyanis nagyon sok családnál nem is beigli az karácsonykor, amit kínálnak, hanem somlói galuska. Ez a menü azoknak a vegetariánusoknak jó, akik laktóóvú vegetariánusok, tehát tejjel, tejtermékkel, tojással is kiegészítik étrendjüket. A következőkben két úgymond magyaros karácsonyi menüt szeretnék javasolni önöknek. Az egyik a bakonyi ponty gombóc leves, ez nálunk többször volt karácsonykor, nagyon menő, itt a ponyhús le van darálva, és készül belőle egy ilyen húsgombócos bakonyi, az ugye egy tejfölös, paprikás, gombás alapot jelent, készül belőle egy fantasztikusan finom leves. Én még most se tudom, hogy ezt fogom elkészíteni, vagy valami más, de ez az a leves, amit bárhol, bármikor meg tudnék enni, rendkívül finom. És abszolút gyerekbarát, hiszen nincsen benne szálka, ezt csak így zárójelesen jegyzem meg. A következő az a húsos káposzta sütőben sütve, hamis székelykáposzta névre hallgat. Ez millió káposztát főztem, de tényleg ez a valahogy szerencsém is volt nyilván a nyersanyagokkal, hiszen egyáltalán nem mindegy, miből főzünk, de ez a fajta húsos káposzta, amit a sütő készített el végül. Először is kényelmes vele dolgozni, hiszen a sütő végzi a munka nagy részét, és nem kell vele ott állni a tűzhely mellett. Másrészt az amatok, illatok, ízek is jobban benne maradnak. Ez egy fantasztikusan csodálatos káposzta, tényleg csak javasolni tudom, és több napig eláll nyilvánvalóan a hűtőben, tehát ezt akár karácsonytól végig minden nap lehet fogyasztani. A végére, a menü végére jöjjön akkor egy beigli, itt háromféle beigli is van a receptjeim között, ebből most természetesen édesanyám beigliét javaslom, de aki nem annyira szereti a beiglit, készítsen mondjuk egy zserbút, az is abszolút a magyaros konyha specialitása. Következik egy másik magyaros menü válogatása, úgy tetszik. Itt májgaluska levest ajánlok, de ez nincs benne a karácsonyi lejátszási listában. Ez azért van, mert nem tipikusan karácsonyi leves, hiszen az év bármely szakában főzhető. Viszont amikor a menüt állítottam össze, akkor a rántott ponty majonézes krumpli elé nehezen találtam megfelelőbbet. Tehát induljunk egy májgaluska levessel, azután következzék egy rántott ponty vagy ponty patkó extra krumpli salátával. Aki nem akar extra krumpli salátát készíteni, annak megjegyzem, hogy természetesen a klasszikus ecetes, illetve a klasszikus majonézes krumpli saláta is fönt van az oldalamon, illetve fönt van egy bécsi krumpli saláta is a receptek között. Desszertnek pedig következzék egy havas háztető, ami szintén én úgy gondolom, hogy így ünnepek, tehát a karácsonyi ünnepeknél egy méltó befejezése lehet a menünek. Természetesen ne hagyjuk ki a körből azokat, akik mindenképpen valami ínyenc menüvel szeretnék meglepni szeretteiket. Nekik a következő fogásokat állítottam össze, remélem, hogy szimpatikus lesz. Előételként egy házi pácolt, lazacot, egy gravlaxot javasolnék. Itt egyenlő mennyiségű cukrot és sót kell összekeverni, kerül hozzá narancshéj, durván ötött koriander, bors,
és ebben pácoljuk tulajdonképpen a halat 12 órán át, a nyers lazacot, azután ezt a sós kérget, ezt lemossuk róla, ekkor narancslevet facsarunk rá, fölaprított kaporral meghintjük, és letakarva mondjuk egy olyan 5-6 órán át érleljük ismét hűtőben, azért, hogy a narancslevet és a kaprot minél jobban magába szívhassa, ezeknek a zamatát magába szívhassa a hal. Távaláskor hajszálvékony szeletekre vágjuk. Salátával és éppen úgy mézes mustáros öntettel tálaljuk, mint a korábban ajánlott lazac rózsát. A következő fogásunk egy tárkonyos tejszínes pulyka raguleves. Én azt hiszem, hogy ezt a fogást nincs is olyan valaki, aki ne szeretné, ha csak nem vegetariánus. Főfogásnak egy mandulapikkelyes pisztránkfilét javaslok szalonnás zöldbabbal és párolt körtével. Ez még egy élő műsor volt, amikor ez készült, ez a videó, de az egész kompozíció összességében fantasztikusan finom. Talán annyi kiegészítést tennék így most ránézve a fotókra, hogy a tárkonyos tejszínes pulyka ragulevesből a zöld babot azt hagyjuk ki, hiszen a főételben szerepel, és akkor kétszer nem szoktunk ugyanazt kínálni egy menün belül. Tehát akkor a tárkonyos tejszínes pulyka ragulevest zöld bab nélkül készítsék el. Desszertként pedig készítsék el a részeges Izidort, aminek a tésztájában dió is van, azután a töltésnél kap sárga baracklekvárt, diókrémet, kakaós krémet, végül egy olvasztott csokoládét. Fantasztikusan gazdag, ízvilágú, szenzációs süteményről van szó. Nézzünk még egy ínyenc menüt, nevezetesen ez ugyanúgy, mint az előbb, ahogy pulykából készült, ez most egy tárkonyos, tejszínes halleves, ezután egy karácsonyi kacsasült narancsos mártással, szalonnás kelbimbóval, burgonya fánkkal, és desszertnek pedig ajánlanék egy nagymama gesztenyés tekercsét. Akinek szimpatikus volt ez az ajánló, kérem nyomjon a videóra egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mielőbb tegye meg, hiszen most már több mint 540 ételvideóból válogathatnak. Áldott adventi készülődést, és minden jót kívánok Önöknek!